A kurdon élő diákoknak már hosszú évtizedek óta van lehetősége a településen elvégezni általános iskolai tanulmányaikat. Azért, hogy ez így maradjon, sokat tesz a település önkormányzata, hangsúlyozta Müller János polgármester. Az iskola múltja egészen valamikor még a katolikus iskolára vezethető vissza, amit nyilván akkor a katolikus egyház tartott fenn, és egyébként pont a hátam mögött levő épület helyén állt a régi iskola, ahol sokszor csodálkozom rajta, hogy a 100-nál több gyerek hogyan fért el a néhány osztályban, de nyilván akkor még az osztályokra vonatkozó létszámkeretek más korlátokat állítottak. 15 évvel ezelőtt veszélybe került az iskolánk, és igyekeztünk mindent megtenni azért, hogy megmaradjon. Jelenleg is megvan a 8 osztály. Itt ebben a felújítandó épületben az 1-3 osztály van, az iskola többi része a negyedikesek, és a 8. osztályig a település központjában levő nagyiskolában vannak. Miután ezek az épületek több évtizede állnak a településen, egyértelmű, hogy a felújítás rájuk fér, ehhez pedig az önkormányzat megragad minden pályázati lehetőséget. Nyilván egy kicsit furcsa, hogy a tetőfedés később történik, mint a topos pályázat, ahol egy 3 évvel ezelőtt egy energetikai korszerűsítésben szintén a Tolnatáj TV hírt adott róla. Nem csak ez az épület, hanem az óvodánk és a nagyiskola is megújult. 15 cm szigetelést kapott, kívül-belül nyilázárókat cseréltünk, a nagyiskolára napelemet tudtunk feltenni. Ezen az épületen is van egyébként 10 kW-nyi, hiszen itt van a konyhánk is. Furcsa egy kicsit, hogy a tetőt hagytuk utoljára, de hát az önkormányzatok arra pályáznak, amire tudnak. Ez a pályázat a Várépítő nevű pályázaton nyert, ahol egyébként az óvodánk tetejét is nyertük néhány évvel ezelőtt, aki felajánlotta a cserepet. Ez egy betoncserépgyártó, annyit el lehet árulni, és a tetőfedésnek, az alapcserepének szinte teljes részét 1 millió 300 ezer forint értékben ajánlották fel. A másik nagyon nagy dolog, hogy a mögöttünk dolgozó emberek az ország minden pontjáról, Békés Csabától Nyíregyházáig, vagy Győrig bezárólag jöttek ide, és önként egy országos tetőfedő hálózat önkéntes brigádjaiként, tehát ők is vállalták, hogy ingyen felteszik a cserepet, ami egy nagyon nagy dolog, és nem lehetünk nekik elég hálásak, ugyanígy a cserépgyártónak. És valóban, a hálával, a kedves szavakkal be is érték azok a tetőfedők, akik az épület szigetelők, tetőfedők, bádogosok és Ácsok Magyarországi Szövetségének szakembereiként érkeztek, hogy önkéntes alapon végezzék el az általános iskola tetőcseréjét, tudtuk meg a szervezet ügyvezetőjétől. Most már 10 éves tradíciója van, hogy a szövetségünk, az EMSZ, aki ácsokat, tetőfedőket, bádogosokat és szigetelőket fog össze országosan, szerepet vállal a Várépítő pályázat keretében, és társadalmi munkával fedi be iskolák, óvodák, rászoruló intézmények tetőjét. Évente több ilyen projektet is vállalunk. Ennek a rendszere úgy épül fel, hogy a Magyarországon tevékenykedő építőanyaggyártók, mint ebben az esetben most egy pécsi illetőségű magyar betoncserépgyártó cég felajánlják az anyagot, és mi ezt az építőanyagot, általában cserepet, fémlemezt, ereszt csatornát felhelyezzük a tetőre. Az elmúlt 5 évet tekintve egyre inkább összekovácsolódik ez a csapat. Tehát Nyíregyházától Pécsig mindenhonnan érkeznek emberek, akár a Dunakanyarban, akár ugye most éppen Kurdon van a projekt, tehát mindenki a Szélrózsa 4 irányából érkezik, szeretnek így együtt társadalmi munkában dolgozni, és ez csapatépítése is nagyon jó. Tehát, hogy az ástetőfedő, bádogos szakemberek egy kicsit találkozzanak és beszélgessenek, mert általában társadalmi munka végén van egy közös vacsora, egy kis csapatépítő tréning is. A Várépítő pályázat keretében országszerte legalább 20 intézmény újulhat meg évente, köztük most a kurdi általános iskola tetőszerkezete.